vágy, vágy, vágy. Érzé, érzé. Energia. 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 Szex, szex. 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 Sokan sok mindent gondolnak a szexről. Hétről hétre olyan témákkal jelentkezünk, amit neked is új nézőpontot adhatnak. Induljon be a fucking good sex! Helló, hello, sziasztok, fucking good sex, következő epizód. Hát a mai epizódban az energiáról fogunk beszélni. Hú, akkor én magamra veszem az első felszólaló, vagy megszólaló, vagy szólalónak a, a kezdeményező szerepét, és hogy ugye hetedik osztályban megtanuljuk gyönyörűen fizika órán azt, hogy minden energia. Na és akkor aztán ezt így azzal a lendülettel el is felejtjük. Mi is az, hogy energia? Mi hogyan éljük ezt meg a mindennapokban? Mi mi az, ami, amiről mi. Megéljük-e? Ebben... Hát. Ki hogy? Oké, okay, mi az, hogy energia? Kinek mi az energia? Mit hoz fel ez bennünk? Nekem az, hogy az energia nem vész át, csak át. <laughs> Fizika óra kettő? Jó. Rendben van. Jó. Bennem valami olyasmi jelenik meg, amikor energiáról beszélünk, hogy, hogy valami egy ilyen eszenciális, eszenciális dolog, amit igazából nevezhetnénk úgy, hogy életnek nevezzünk. Tehát, hogy élet energia. És ez az energia vezet minket az útunkon, és minél jobban belengedjük magunkat, és minél jobban tudunk önmagunk lenni, annál többet tudunk ebből befogadni ebből az energiából, ami körülvesz minket. És igazából úgy tudunk ennek a, az energia befogadásnak a, a részesei lenni, hogyha oda, tehát hogy megteszünk mindent azért, bármilyen ellenállásunk is legyen egy helyzettel kapcsolatban, hogy ma én hideg fogok venni, vagy hideg zuhanyt fogok venni, mert ezt szeretném az életemben és ennek is van egy energiája hogy a céloknak amik ami 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 benne, tehát hogy hm. igen most egy kicsit így elvesztettem. Én, de én, én akkor de segítek hogy a... neked abban, mert ugye szoktuk mondani, hogy jaj, nem tudom, merre induljak el, ugye, és akkor most tényleg az élet minden területére. És akkor szoktuk itt mondani, hogy hát kövesd az energiát. Oh, hát de ég, mi az, az, az? Isten az? Hát honnan igen, tudom, igen, hogy ez milyen ez energiát kövessek? Igen. Váó, wow, igen. És a, ez lehet a lehet a szex vonzatában, mm. lehet a, a munkában, hogy merre menjek, hogy a, a vállalkozásomat hogyan fejleszem. Igen. Hogy mi legyen. igazából, hogy kérdés, hogy hogy merre, merre menjek, hova tegyem az energiámat. Uh -huh. Mi hogy, az az energia, amit hogy, köves? Igen, az hogy a tiéd? visszakapja, igen. Az a testségeeresztes szintű. Ugye itt beszélgetünk a vállalkozásokról, hogy amikor elindítunk egy vállalkozás vagy valamit, akkor annak ott van még az a lendülete, az a lelkesedés, ott biztosan kétséget, kizáró módon tudod, hogy igen, én ezt szeretném csinálni. És akkor oké, okay, de merre mennyi van egy millió lehetőség? Hát kövesd az energiát. Oké, okay, hogyha, és akkor hogy hogyan fedezheted fel azt, hogy mi a te energiád, ugye? Tehát mi az, ami, ami neked irányt mutat, mert tulajdonképpen minden oda fog vezetni előbb vagy utóbb, ugye autópálya, földút, ugye van jaj, egy csomó jaj. lehetőség, de hogy mi az, ami tényleg neked még az, mert a, a saját energiádat, azt az energiát követed, ami te vagy, a, ami lényedből fakad, ami ebből a belső zsigeri ösztönszintű energia, akkor ez az út egy ilyen, bárha vannak is nehézségek, akkor is egy örömteli út lesz, egy élvezetes, egy, egy ilyen könnyedséggel átítatott Még ha döcögős út, is. Még ha kicsit döcögős is, vagy ha jönnek néhány kihívás, vagy valami, még akkor is ott lesz benne az a, hú, ez tényleg, ah, és maga az út lesz így élvezetes. Ugye mondják a bölcs tanítók is, hogy, hogy, nem a cél, az, ami, hanem, hanem mi van, hogyha az út maga is az út, az ami, a, az, ami így van, Igen. ami Igen. És hogy, azzal. hogy hogyan, hogyan fedezheted föl ezt a belső energiádat, ami téged vezérel, mint egy belső iránytű, és nekem ebben óriási hozzájárulás volt, és akkor megint az access-hez kanyarodok vissza, ez a lehetőségek szimfóniája, hogy én például itt kértem először egy ilyen kezelés, hogy, hogy ó, ha én önmagam lennék, akkor milyen lenne az, a, az az energia, mert úgy el voltam veszve ebbe a világba, hogy én már azt se tudtam, De... hogy ki vagyok én? Milyen igen. energiával? Ez, ezzel én teljesen egyetértek, de most azoknak a kedves hallgatóknak a, a számára, akik, akik azt mondom, hogy egy kicsit más milyen nézőpontból szeretnék ezt megközelíteni, akkor én azt tudom elmondani, hogy az, a, az energia az valahol nekem, az olyan, mintha... Amikor, amikor választásban vagy, hogy most melyiket válaszad, át vagy bét, akkor, akkor most melyiket válaszam, és akkor nem hazudsz magadnak. Tehát csak azért, te csak azért, mert hogy nem azt, nem azt kezded mérlegelni, hogy melyik lenne a jobb, melyik lenne a hasznosabb, melyik az, amelyikkel több pénzt tudnék keresni, hanem arra nézel rá, hogy ő magadnak, mi az, amit ha, ha semmi sem számítana, mi az, amit te akkor itt és most választanál. Az általában ilyen könnyű. Tehát itt igen, érezni, az ilyen hogy könnyű. Ilyen tehát, hogy erre, erre van ez az access igen. eszköz, hogy könnyű, nehéz, hogy erre rá, de hogy az. A, az, a, az a, én azt gondolom, hogy zsigerileg az a legfontosabb, hogy őszinte legyél magadhoz. Igen. Hogy engedd le a falaidat, nézd meg, hogyha semmi sem számítana itt és most. És ez most lehet a szexben, a gyereknevelésben, a vállalkozásban, a, a bármiben, ha itt semmi nem számítana akkor mit választanék magamért? És hogy ez az az energia, ami akkor fel tud bukkanni, ami tovább viszi előre az életedet, ami teremthet egy jobb szexet, egy nagyszerűbb szexet, nagyszerűbb kapcsolatokat mindenkivel, nem csak a pároddal, hanem mindenkivel, aki körülötted van. Tehát, hogy én ezt így tudnám megközelíteni, Igen. egy kicsit, kicsit másmilyen Igen. szavakkal, kicsit másmilyen nézőpontból. Igen, hát ugye én nekem az, hogy a személyes utamon, hogy, hogy nekem ami először így felbukkant, nekem ez a flirt energiája. Tehát amikor én teljesen el voltam veszve. Ki vagyok, vagy mi lennék én, akkor nekem ez a flirt energia. És akkor meg, hajlandó lettem megengedni magamnak, hogy a az életemmel, tehát nem másokkal, vagy most ugye pasikkal flörtölök, hanem hanem a munkámba, az, amit egy előző részben itt játszottunk Lacival, hogy, hogy csak egy ilyen játékos érintés, ugye csak egy játékos pillantás, ugye? Tehát, hogy így egy ilyen kapcsolódás. És az is egy energia, ez Igen. Az is egy csomag, amiből, Igen. amiből. Én is töltődök, és a igen. másik is töltődök. Igen, tehát ez az oda-vissza. Tehát, hogy ez fontos ebben. Ez az olyan, hogy egy mosoly. Hogy, igen, hogy, hogy én Mindjárt. rád mosolygok, uh -huh. akkor te azt be tudod-e fogadni, azt az a az, mosoly. az ő dolga. Így van. Igen. De hogy én ezt teljesen elvárások nélkül szívből adom, akkor, hogy ő, ő azt most. Igen, fogja, ez egy, befogadja. mint egy hullám, vagy mint egy pillangó effektus. Ez úgy teremt, ugye, így mindenkére nézem nagyobbat. Nem csak a mi világunkban, ugye, mindenkinek a saját egyéni, hogy hú, tényleg jobban is érzem magam, hogy tényleg így megengedem magamnak, hogy, hogy felcsillanjon az a, az aki vagyok, akár egy mosolyba, ahogy végigmegyünk az úton, vagy tényleg, ahogy, ahogy tényleg, ahogy csak sétálunk egyet, ahogy a lépteinkbe ott vagyunk, azzal a flörtel, játékossággal, azzal a mosoly, az az örömmel, Kíváncsisággal. Kíváncsisággal. Ja, ez, most, ez most annyira felhozta bennem a, az utolsó párist, amikor. A, na igen, az majd egy külön adásnak lesz a története, de hogy az utolsó párisba, amikor, amikor végül is ö, azt, azt kaptuk a, a tanfolyam végén, hogy. hogy és akkor most tudná e úgy végigmenni az utcán, amikor. Amikor azt be tudnád -e fogadni, hogy minden és mindenki hozzájárulás akar lenni az életedhez, és hogy úgy menjél. Hát és soha nem fogom elfelejteni, hogy mentem a Sanzelizén. Hát nyilván magyar vagyok, nem vagyok úgy kiöltözve, mint ha, egy, pot, egy igen. jó, pot, igen, igen minden, ami elgedjük. ez, így van, tehát, ami ez. Na jó Mindegy, tehát, hogy én nem egy francia nő vagyok, nem egy szőke nő vagyok, nem egy alacsony, hanem azért rendesen kilógok a sorból, és hogy így mentem, mert ezzel elkezdtem. Játszani, hogy mi van akkor, hogyha itt tényleg minden és mindenki hozzájárulás az én, én, én lényemhez, az én testemhez, és hát nagyon elképesztő megélés volt, tehát hogy, hogy, hogy ennek hatása volt az utána, ugye, hogy a virágboltos rám szólt, hogy ó, oh, itt vannak a virágok, franciául mondta, de hát az energiájából lehetett érezni, hiába nem beszélek franciául, hogy zárom, zárom, és hogy kedves hölgy, nem vesz egy csokor virágot, és akkor... Párizsba itt vagyok, minek vegyek még erre a három napra egy csokor virágot, és akkor annyira az az energia volt benne, hogy de hogy én ezt szívből adom, és hogy olyan gyönyörűek ezek a virágok, és akkor... Hát most most miért? Most tényleg nem fogom azt megengedni magamnak, amikor itt van egy gyönyörű csokort, tulipán, hogy vegyek egy rózsaszín csokort, tulipánt magamnak, amikor annyira tetszik, és olyan energiája volt a tulipánnak, hogy egyszerűen azt mondtam, hogy ezt meg kell, hogy fogjam, és vettem magamnak egy csokort tulipánt, és ettől olyan orgazmus érzés lett a testemben, amikor hát nem olyan orgazmus, mint amikor a, a medencefenéki izmok rángatóznak, hanem egyszerűen csak azt éreztem, hogy az, az egész testem bizserek tőle, mert hogy, mert hogy ez egy akkora öröm forrás lett a testem számára, hogy megfogtam, és ott volt a kezembe, hogy láttam, hogy éreztem az illatát, és hogy, Wow! Hát, hát, hát és látod, évek és múltán is emlékszem. Abszolút. Rá. Tehát hogy az az és érdekes, hogy, hogy amikor. És most, ho hogy erről legyen... beszéltem, bekapcsolt a testemben ez az érzés, és hogy most tökre érzem ezt az egész, ez, ezt érzem. Hát, de a De testemben. még aztán, hogy te, de ahogy elmondtad is, tehát itt itt, itt igen, mindannyian igen. itt bele tudunk ebbe helyezkedni, és hogy tényleg itt, hogy, hogy nem is beszéltél franciául, és megérkezett az energia, tehát mi van, hogyha az elsődleges nyelvünk, az energia, és tök mindegy, hogy tehát, hogy, hogy Igen, mi van, hogy... tökéletesen éberek vagyunk és érzékeljük az energiákat, tök mindegy, hogy milyennek néz ki valaki, miért, mit mond. És, és, és milyen az, a, és a, milyen az aspektusa, vagy Igen. hogyan néz ki. Legyen egy beszélgetés, Igen. legyen egy györelés, egy kávézás, egy, Igen. egy. Egy illat, egy. 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 egy szexuális élmény, egy. egy. munka, egy megbeszélés, vagy bármi. De, hogy, de hogyha igazából magadat adod benne, uh -huh. akkor ez az energia hozzá fog járulni, és ki tud terjedni. És lesz egy ilyen, egy ilyen irányvonala. Irány és más is ki tud rajzolódni egy ilyen átélés, megél. Hogy a, a, a tapasztalásból megélés lesz, vagy a, az érzékelésből lesz ez a, uh -huh. ez a mély megélés. Igen. És, és például nekem szexuális élményeimnél van, hogy most így visszaemlékezek, és egy erős, intenzív energiaként jelenik meg, viszont ott egy, egy nagyon mély tapasztalat volt. Uh -huh. <laughs> és ö, egy ö, férfinak ö, úgy belemenni egy, mondjuk egy szexuális együttlépbe, és akkor az tök mindegy, hogy tényleg itt a, az érintéseken, vagy tényleg az aktus ö, lesz belőle, hogy ö, ha a partnered, tehát van-e különbség egy ö, megélés során, ugye, ha már az energiákról beszélünk, hogyha a partnered olyan, hogy, hogy ö, ott van tényleg ilyen falak nélkül, azzal, aki ő maga, tehát tud jelen lenni, és totálisan befogadó. Talán azt tudnám mondani, mikor, mikor ilyen idézőjelben energiából szexelünk akkor az úgy néz ki, hogy lehet belőle szex is, lehet belőle egy, egy órán egy keresztül együklét. tartó Igen. érintkezés, testkontaktus behatolás nélkül, uh -huh. okay. amiben töltődünk, uh -huh. hogy mit tudom én most, most 40 percig csak a hiányosságainkat... Ö, éltük meg a, a másikon keresztül, hogy ebből, ebből így töltöttünk ebből az együttletből, és uh -huh. akkor 20 perc után megjelent a az erotikus energia, és akkor utána abból lett szexuális, és akkor utána lett ebből egy háromórás együttlét. De nem ez a lényeg, hanem az egész, ahogy kirajzolódik, hogy mi volt, fe, igen, felépül, hogy mi volt ennek az egésznek a, az energiája, hogy mi az, ami, ami, ami megmarad belőle. És... És várjál, és akkor így lesz egy ö, együttlét, azért fogalmazom így, mert nem biztos, hogy tehát bármibe is végződhet. De mondjuk egy ilyen típusú együttlét, mondjuk így lesz az, amikor úgymond feltölt energiával. Tehát mondjuk, igen. ugye van egy csomó szá, egy olyan szex, egy olyan aktus, egy olyan együttlét, amikor úgy érzem, hogy, hú, hát olyan Ez mint jó hogy egy mosott szar. lesz, lesz, lesz. de tényleg. Tehát elszívja az összes energiát, elveszik az energia. Ugye, Pasi, hát nem is tudom, hogy. tehát kiütődik el, tehát alszik, föl, Tehát, hogy teljesen így. Hogy megszabadulni de, mert, igen, attól az igen. energiától. Vagy pedig tényleg az, hogy, hogy így lesz egy ilyen együttlét, úgyhogy tényleg teli lesz élet energiával, tényleg az, hogy úristen is most meg tud. Én szoktam így érezni, hát én most meg tudnám váltani a világot. És te? Egy jó szex igen. után, igen, egy töltős szex után, abszolút. De ehhez kell az, hogy kifejezzük a szükségleteinket és a vágyainkat a szexben, hogy Ó, oh, oké, okay. hogy... na, szóval ez a szükséglet és vágy, ugye, de érdemes ránézni, hogy ez ugye egy valamilyen kiálló... Erről beszélgethetnénk egy másik egy epizódban. Két, igen, 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 igen. De... Jó, akkor ezt eltesszük de... egy következő alkalomra. Okay. Én most még itt az energi energiáról. energiáról szerettem volna beszélni, hogy, hogy ez, ez annyira érdekes, mert amikor benne vagy egy, mondjuk én beszélek azért így a kapcsolatomról, tehát hogy, vagy, vagy arról a kapcsolatról, ami ugye legutóbb volt, és, és hogy, hogy benne vagy egy kapcsolatban, és tökre, ez, ez, például ez egy nagyon érdekes volt, mert uh, ugye portugál illetőségű Nidzában lakik, Németországban dolgozik, tehát, hogy, hogy abszolút nemzetközi volt ez, az, ez, a, ez az ember, és hogy, hogy nem lehetett vele sokszor például így... Ezeken a hagyományos fizikai kapcsolatteremtő eszközöken, tehát hogy Facebook, WhatsApp, Messenger, Telegram, nem tudom én, e-mail, akármi, tehát hogy nem lehetett vele kapcsolatot teremteni, mert hogy olyan munkát csinál, amilyen totál kiszámíthatatlan, és soha nem lehetett tudni, hogy akkor ő most elérhető lesz, nem lesz elérhető. És, és az energiában viszont ez, ez nagyon működött, hogy. Hogy, hogy, kérdésbe, hogy oké, okay, most, most az hozzájárulás, hogyha én most ráírok, vagy nem, vagy, vagy csak egyszerűen ráérzékelni arra, hogy ő most miben van benne, és mindig, és, és, és amikor, amikor így, így megpróbáltam vele kapcsolatba kerülni, energiába, akkor tökre, tökre tudtam, hogy éppen milyen folyamatban van benne, és hogy éppen hol tart, és hogy én most ehhez, amiben ő tart, tudok-e kapcsolódni, vagy nem tudok hozzá kapcsolódni, és akkor csak, ha nem tudok hozzá kapcsolódni, akkor egyszerűen csak engedjem el, nem kell belemenni ebbe a tipikus férfinői játszmázásba, hogy írtam neked, és válaszoljál, és nem válaszoltál, hanem, hanem csak ilyen, oké, okay, ránéztem, ő most nincs abban a szituációban, hogy tudjon válaszolni, tudjon írni, akkor oké, akkor ezt engedjem el, és akkor legközelebb megint följött valami, tud most válaszolni, tudok hozzá kapcsolódni, és hogy így menni ezzel az energiával, és igen, Gabi, azt, amit említettél, könnyű, nehéz ez az accessnek egy eszköze, és amikor könnyű volt, akkor, akkor könnyen ment a, a, a kapcsolódás, és az, hogy kontaktáljunk egymással, amikor meg nem, akkor meg nem erőltettem, mert, mert minek. Igen. Tehát, hogy akkor nem, nem kell ezt minden áron erőltetni, mert amikor belemegyünk az erőltetésbe, az már totál agyból történik. Igen, abszolút, és ez a kapcsolódás egy annyira jó szó, mert hogy nekem itt mindig bekapcsol az, hogy, hogy tulajdonképpen, ha, ha megengedem magamnak, hogy egységbe legyek, ugye ez az energetikailag, tehát így olyan könnyű, nekem egységben lenni mindennel és mindenkivel. Tehát, hogy ugye ez az elkülönülés, vagy ugye ez az egység, és ugye ha az energiát követem, akkor nagyon könnyű így egységbe lennem. És az, az is az, hogy ez a megengedés, hogy pontosan érzékelem, hogy a másik nem így van, hogy az is tök rendben van. Tehát az a lényeg, hogy én választom-e azt, hogy vagyok tényleg így, falak nélkül, ítéletek nélkül lehetőleg, tehát hogy ugye ez a, azt mondom, hogy ez egy ilyen kihívás az életemben, nézőpontok nélkül, elvárások nélkül. Csak egyszerűen vagyok úgy én, annélkül, hogy a másik mit választ. És ezzel, ahogy így vagyunk, ezzel a térrel, és ha valaki ebbe így, ugye így bejön, mert ez is egy ilyen energetikai tér. Valaki ebbe így bejön, akár még így fizikailag is, az azt fogja érezni, hogy ah, én nem tudom, olyan jó érzem magam ebbe a társaságban, olyan jó érzem a közeledben magam, hogy de mit csinálsz, hogy vagy, és akkor így így lehetünk invitálás, és így lehetsz te is invitás arra, hogy, hogy azokat a, a körülményeket, azokat az embereket, azokat a partnereket vonzd, úgymond magad köré, vagy teremtsd, vagy válaszd magad köré, akivel ilyen könnyen ö, megy ez az egész, akivel így buli is. Ez hát mennyivel jobb egy olyan kapcsolat, mindegy, hogy ez egy párkapcsolat, vagy egy, egy munkatársi, vagy egy családi, vagy annyiféle. Van úgy lenni, hogy ez ilyen könnyű. Tehát, hogy ilyen, ilyen ú, tehát, hogy tényleg, úgymond probléma Oké, okay, és hátszor van az, amikor így megyünk, és társaságba kerülünk vagy, vagy csak valakivel így, kapcsolatba kerülünk, és itt most a kapcsolat alatt nem feltétlenül mindig csak a szexuális kapcsolatot mm -hmm. értem, hanem a kapcsolat például a kapcsolat az is, amikor elmész egy orvoshoz, mert ott Persze. akkor éppen vele kapcsolatban vagy azzal, hogy megbeszélitek, hogy mi a, ami miatt te felkerestedőt, és hogy, hogy hányszor nem vagyunk hajlandók arra ránézni, hogy amikor kényelmetlen az a kapcsolat, attól még azt erőltetjük, hogy az legyen és ahelyett, hogy ott, na most megint visszajövök ahhoz, hogy, hogy, hogy igazán hajlandó lennél le arra ránézni, hogy egy ilyen kényelmetlen kapcsolatban mi az, amit te szeretnél, hogyha ha, ha van valami cél, ami kell a másiktól, mert elmész egy fogorvoshoz, uh -huh. hát az elég kényelmetlen kapcsolat, de azt ugye az ember azt túl... Tehát azon mégiscsak ott marad. Igen, de ha követi az energiát, hogyha mondjuk most tényleg ez a fogorvos, ugye, hogy most fogorvosra kell keresnem egy fogorvos. Ki Következik legyen az, az, ugye? Orgazmikus fogorvosok fogor... távol együtt. Tehát, hogy mi lenne, ha hát egyszerűen követnéd ezt az energiát, és nekem, én nekem van fogorvos. egy olyan barátom, aki konkrétan orgazmikus, és tényleg nagyon brutális. De fogorvos? Fog, nem, fogorvosnál volt, és egy Jó. brutális fogászati beavatkozás során konkrétan orgazmusa volt, és flörtölt a fogorvossal, és még össze is jöttek utána. Tehát wow. hogy ez, a, ez a morbid, tehát tényleg ja. tőle rugaszkodjuk már el, szóval, hogy... Hallottam ilyenről, <laughs> hogy <gül> hallottam ilyen hogy hogy elmentek egy, elment egy nőgyógyászhoz egy nő, és hogy már attól már szorította össze a gátizmait, mert hogyha bella a nőgyógyász székbe, akkor akkor rommá fogja élvezni magát. Hát mert ez ő nagyon neki jó, a, hogy mondod. Az a, az a, az a, az Na jó. a vágya vagyok. Jó, 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 de megélni ho, a... ezt, most, ezt most annyira örülök, Laci, hogy ezt fölhoztad, mert ugyan most nem ez a téma, de hogy, de hogy ugye én most ezzel a diarmuringgal foglalkozom, és hogy ez óriási probléma. Tehát ez, ez óriási probléma, az, hogy, hogy a. Korlátozzuk magunkat? Valahol... Nem, figyelj, az, hogy ez egy egyetemleges, ez egy egyetemleges, alá nem írt szerződés. Az, hogyha te elmész egy nőgyógyászhoz, akkor kvázi a nőgyógyásznak joga van a te testeddel bármit csinálni. Holott ez nem így van óriási traumát tud okozni a testnek az, Persze. hogyha ha elmész egy nőgyógyászhoz, és akár még, hogyha tök szimpatikus a nőgyógyász is, és ő nem úgy közelít hozzád. Tehát azt nem tudom, de várom azoknak a nőgyógyászoknak a jelentkezését, akik, akik úgy közelítenek a, a, a pácienshez, hogy előbb mondjuk ráteszi a lábára a kezét, és megkérdezi, hogy megengedi-e, a kedvenc páciens, hogy ő megvizsgálja. Tehát nekem még ilyen az életemben nem történt, hogy egy nőgyógyász megkérdezze tőlem, hogy megengedi-e, hogy megvizsgáljon. Mert az, hogy én ott és abban a kiszolgáltatott szituációban, amikor totál lemeztelenítve, így széttett lábbal, ott ülök, az egy olyan kiszolgáltatott helyzet a Igen, testemnek. Hogy valamilyen szinten, hogy felemelték oda, hogy oké, okay, egyenrangúak vagyunk, és hogy ez ez tud egy ilyen egy ilyen, a, tehát hogy az energiában fel tud téged emelni oda hogy oké okay, én most befogadom én most befogadom a te a te tudásodat de te ne, tehát hogy nem te nem a tudás vagy és ö, nem ott ülsz fölöttem hanem hogy én igen én megvásárlom a, a te tudásodat viszont tehát hogy én hajlandó vagyok befogadni és te hogyan tudsz hozzájárulni nem, nem, figyelj, ahhoz, Laci, hogy... ez aha tehát Ahhoz, hogy... Ez azért nehéz... Ezt amiért az... ide jöttem? Oké, okay, de ezt azért nagyon nehéz így kikommunikálni, mert mert ez nincsen benne a köztudatba. Én azt tudom mondani, saját élettapasztalat, hogy amíg nem kezdtem el ugye a diármolinggal komolyabban foglalkozni, nem tudtam, hogy nekem közösülés közben miért van egy pont, ami rohadtul fáj. Tehát, hogy nem tudok vele mit csinálni, nem tudom megmondani, hogy miért van egy pont, ami nekem rohadtul fáj, miközben pedig élvezem a szexet, és amikor a diármuringgal elkezdtem jobban foglalkozni, és, és rányomtak arra a pontra, tehát amikor, amikor, amikor odajutottunk, hogy a, a fájdalmat ugye átfordítani Gyönyörkontba és bekapcsolt az az info, hogy legel, életemben legelőször a legelső nőgyógyászati vizsgálatánál, amikor a nőgyógyász belém nyomta a még mékt, kürtöt, vagy tükröt, vagy mi ez, akkor ezt a pontot ő megnyomta. És megnyomta, és azóta nekem ez bekapcsolva maradt, és ez egy fájdalompont. Ja, pont. a testben fájdalompont így van És, és a fájdalompont egyből azt bekapcsolja ezt az idegrendszer működést. Így van, és hogy te azt fájdalomként el, így van, és trigerel. Kár hány... gyönyör lenni. É, és nem tud azonnantól, tehát azt kell átfordítani a fájdalomból a gyönyörbe. És hogy igen, ez egy energetikai, energetikai, kvázi nem. engedély. Tehát amikor oda megyek, az, hogy én bementem egy nőgyógyászhoz, az nem jelenti azt, hogy... Ő csak úgy belém nyúlhat, hanem hogy ha engedét kér ott abban a kiszolgáltatott szituációban, még az egy megerősítés a testemnek. Igen, jelenlétből kapcsolatot igen. teremteni abszolút, a volt, hát a jelenlétben. Ezen a valóságon. Or, mennyi, or, mennyi, igen, tehát hogy mennyi, mennyi orvost. Kapcsolódik először a tudásához, és jaj, mm. legyünk már csak túl rajta, és elvégzem rajta. A, a, mint egy darab húson, de hogy igazából, hogyha... Hát a valójában kapcsolatot. Ők teremtünk, is ezt szeretnének persze, lenni, csak ugye elvitte persze. az az ész, a kognitív. Igen. És, é, és hogyha szoktam. energiából, igen, hogyha energiából a kapcsolódna, is, energiából is, tehát, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül. Tehát nem szexuálisan, de hogy előtte megérinti a testemet, mert a testek pontosan tudják, hogy meddig tudnak elmenni, és a testek kiválóan tudnak egymással kommunikálni, az még egy szóbeli megerősítés, de ők már energiába addigra már le, most nem akartam ezt mondani, de ez jött föl, leboxolták egymás között, tehát hogy megengedésbe kerültek egymással, és onnantól kezdve, mivel én is kimondtam, hogy oké, okay, megengedem ezt, Onnantól kezdve ez teljesen más energiában, például egy nőgyógyászati például. vizsgálat. Igen, tehát hogy hogyan lesz akkor egy nőgyógyászati vizsgálat tudatos, hogy válik, Így, ugye? Igen, onnan, tehát hogy, hogy felteszem az a... Igen, orgazmikus. Tehát, hogy az orvos részéről ott van a, a tudás, és euh, egy alá, tehát, hogy mi lenne, hogyha lenne ott egy, egy alázat, egy, euh, egy, egy kapu a kapcsolódásra, hogy megkérdezi azt, hogy itt a tudásom, hogy én ezzel most hogyan tudok hozzájárulni az ő testéhez, mit tudok tőle befogadni, és ez legyen bárhogy nézzen ki Igen. információ, hogy hol, hol kéne érintenem, Igen. és ez lehet akár, a, szex, az, az, akár ez a, a szexben bármilyenféle energiával, megtartó erotikus szexuális energiával, hogy uh, hogyan, hogyan mit tudok befogadni tőle, és milyen hozzájárulás lehetek, és, és mi más lehetséges, tehát, hogy hogyan tudom ezt az energiát kitágítani, és nem csak kisarkítva. Persze annak is lesz egy energiája, csak hogy ki mit szeretne teremteni a az az életében. Hát talán ez és az egész arra... egy kéréssel indulhat, nem, hogy Igen, megtaláljam hogy... azokat, akik, mondjuk akkor egy partner személyében, akár egy nőgyógyász személyében, hogy az az, hogy amit én szeretnék. Igen, egy életed. felismerés arra, hogy én mint emberi emberi lény hogyan tudok, hogyan szeretnék kapcsolódni a testemhez, milyen igényeim, szükségleteim vannak, és hogy hogy ha már te Megnyitod magadban ezt az energiát, hogy, hogy én mit tudok befogadni, mit mit tudok befogadni, és visszareflektálni a másiknak, hogy hm, ez most nem esik jól. Igen, nagyon tetszik, amit mondtál, mert hogy ugye, ahogy ránézni arra, hogy milyen szükségleteim vannak, és milyen igényeim, mert ugye ha feltenném neked a kérdés, hogy mi az, amit mire vágysz a testeddel, hát, ó, oké, tehát hogy hirtelen nem is tudjuk, nem tudunk erre mit mondani, de azt mondja, hogy mi az, amit nem szeretnél? Mi az, amit tuti, vagy mi az, ami, amit már úgy régen éltél meg, vagy még soha, de hogy mégis úgy belülről, arra is szinte azonnal tudunk. Tehát erre egy, mondjuk egy induló löket lehet az, hogy, hogy hogy, hogyha felteszek egy hogy ilyen mi az, amit szeretnél. Úgy hirtelen nem is biztos, hogy eszembe jutnak, de az biztosan tudjuk, hogy mi az, amit nem szeretnénk. Tehát tudom, hogy mi? nem szeretném azt, hogy egy nőgyógyász, akár például bántam azon, vagy egy erőszakos szexuális közösülés, vagy hogy ugye fájdalmat okozom, vagy mi. És akkor azt átfordítom, hogy oké, okay, akkor mi az, amit szeretnék. És akkor egy élvezetes, egy élvezetes együttlétet, ami tényleg ilyen örömteli könnyed. És venni tehát, ennek kérni, az energiáját, igen. és megkérdezni azt, hogy. Hogyan tudok kapcsolódni ehhez az energiához, hogy én a lehetőségeimhez és a képességeimhez mérten hogyan tudok a legjobban abban a pillanatban benne lenni? És... Igen közeledni ahhoz az energiához. Igen, de ez egy kéréssel A, ami indul. Én, igen, de ami én magam vagyok. Igen. És mi az, amit én uh -huh. utána ki tudok tágítani, és mi az, ami lehet egy ilyen oda-vissza energia áramlás, igen, ami meg igen. igen, ami megjelenik. Igen. És hogy hogy igen, tehát hogy ezt minél, minél inkább kitágítani és minél inkább nap, napi rutinná tenni. Igen. És hogy annyira tetszik, mert még itt az elején, és azt, azt, azt szeretném még így a vége előtt így, kiemelni, hogy, hogy talán szó volt arról, hogy, hogy egy férfiben hogy összpontosul a szexuális energia mondjuk az ágyéki részben, és ugye innen indultunk talán, hogy, hogy attól szeretnél vagy így megszabadulni, ugye, hogy ezt így lecsapolni, vagy, vagy ugye mi más lehetséges, és akkor ezt az energiát át beáramoltatni az egész Teljesen, testbe, hogy, hogy ezt kiterjeszteni. Így van. És akkor én azt vettem észre, hogy akkor így, ha egy férfinak, oh, wow. ha vagyok így ebben, Mondjál. ugye jelen, akkor ugye így a, nem ez lesz, mint egy, ugye tőletek hallottam, ez a kukta, hogy de gyorsan jó, de el, jó. elszáll az az energia, hanem fel lehet építeni, és hogy ez egy Igen. tovább tartó élvezet. és... Ő... Ahogy, tehát, hogy most behoznám a következő témánknak a, az a, a, vezény, a vezényfonalát, hogy ellazultság. El hogy mindig, mindig ott, ahol, ahol ellenállás van, onnan el akar menni az energia. Igen. Ahol ellazultság van, Not ott, ott tud egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen áramló, egy ilyen légies, légiesen Igen. ott tud lenni, és legyen ez, ez bármilyen intenzív, vagy bárhogy is nézzen ki. De hogy a, abban a testben, ahogy, ahogy én ezeket a, a, az élményeket így átélem így férfiként, hogyha úgy állok neki, hogy, hogy fel, feloldódom, és talán ez a kuktás, kuktásított rész, ez el tud kezdeni ebben kioldódni, Igen. hogyha ellazul a testem, ha hajlandó vagyok Igen. ellazulni, pont az lesz, pont az, lesz a, az izgatottságomnak a a forrása, hogy minél lazább a testem, mert az a bizalmam ott van, hogy ott van az az energia, igen. hogy meg fog jelenni a farkamban az energia. Tehát hogy ez nagyon sok férfinak, hogy jaj, fel fog-e fel fog állni. Hát ez egy és, konkrét probléma. És konkrétan probléma, mi, prób igen. vagy a fejünk által próbáljuk odafókuszáltatni az energiát, hogy na majd ott meg fog jelenni, feláll a farkam, és hogy majd, majd jó, lesz, jó lesz a nőnek, és hogy jaj, nekem is jó lehet majd. Igen. És, és, és pont, 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 ez, pont ez a kivezető út, és hogy uh, én ezt másik irányba vinném ez hogy hogyan tudok annyira ellazulni, hogy ez a hogy a, az egész testem egy ilyen, egy ilyen fluid, egy ilyen tehát, hogy hogyan tud az egész farkom egy farokká változni? Az egész okay. tested egy egész... Oké, Tehát... oké, okay. 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 ahogy én ezt megélem, vagy ahogy ez nekem itt most följött, az az, hogy ugye amikor már benne vagyunk egy szexben, akkor akkor az orgazmus előtt így elkezd befeszülni az egész testünk, és így azt érezzük, hogy egy ilyen megfeszített érzés. Aha. És a, a, ez az, amiről most beszélsz, ugye Laci, hogy, hogy amikor ezt így elkezdünk erre tudatosak lenni, hogy így elkezd befeszülni a testünk, és hogy már közeledik, közeledik, és akkor egyre nagyobb a feszültség, és akkor egyszer csak mint egy kukta, egy kirobban, de hogy, hogy mi van mi van akkor, hogyha ezzel elkezdetek ti is játszani, hogy amikor megérzékelitek ezt, a elkezd befeszülni, akkor egyszerűen csak megkéred a testedet, hogy oké, okay, most hajlandó lennél ezt elengedni és ellazulni? És vagy ott, én erre ott tudok még egy másik eszközt, <coughs> okay, ott hogy egyrészt belelélegzel, Be vagy a, a, a légzés intenzitását, a... erről is fogunk beszélni, légzés intenzitása, meg abban a pillanatban jelenjen meg valami a, a testeden, Testeden belül vagy kívül egy olyan pont, vagy inkább belül, vagy test, testeden egy olyan pont, aho, ahova ráfókuszálsz, és, és oda, is, oda is beviszed az energiát. Okay. Maradj az a a, a kérdésben. Legyél kérdésben, hogy mi a könnyebb neked akkor, amikor ez a feszültség megjelenik akkor az-e a könnyebb, hogy te neked egy másik helyre átteszed a fókuszt és odarakod, vagy az-e a könnyebb, hogy leengeded ezt a feszültséget, elengeded a feszültséget, és elkezded széjjel lélegezni ezt az mi, energiát? Mi? Ja. Oké, okay. tehát azért mondom, hogy vagy legyünk kérdé kérdések. És, tehát és így jön vagy az... más lehetséges igen. még? Ez ugyanaz, hogy az energia nem vészel, csak átalakul. <laughs> úgy jelent, tehát mondtam én. Igen, nézzen ki bárhogyan is, és ki mit szeretne. És akkor itt van az, amikor én úgy érzem, hogy ezt az első fogalmat, ezt így mindjárt be is vezethetjük a 95%-os fogalmat, mert hogy, hogy amikor megjelenik ez a feszültségérzés, és már azt érzitek, hogy nagyon-nagyon közel, közel van az orgazmus, az a, akinek volt orgazmusa ez a, ez a medence fenéki, izmok által összehúzódó, pulzáló orgazmus. Tehát amikor megérzékelitek ezt, hogy ez most már itt nagyon közeledik, tehát az a, az a 95%- és ott elkezdeni ezt játszani, hogy oké, okay, akkor most egy kicsit engedjük el ezt a feszültséget, lehet akkor egy kicsit le lehet állni a szexbe, meg lehet kérni a partnert, hogy figyelj, akkor most állj, 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 stop, 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 egy picikét, és hogy mit tud az generálni a testben, mit tud az csinálni, hogyha ezt elkezditek használni, hogy a feszültséget így leengedni belőle, és hogy megnézni, hogy hová tegyem át a fókuszt, vagy csak elkezdjem széllélegezni ezt az energiát, ami által ez a, ez a orgazmikus érzés elkezd kiterjedni a testben. Hintáztatni, belazítani. Igen. Igen. És, és, ugye, nem erre a szex épül... Igen, igen. <laughs> és ugye, hogyha visszatér az tehát, hogy energia, hogy ez... Feszültség, lazaság. Az... Igen. igen, és utána erre az energiaszintre és építjük a következő... Szintet. Szintet. Lépést, igen. És akkor hát így azért el lehet jutni egész magasra, topik. szóval, hogy messze túl ezen az összehúzódós, igen. összerándítós néhány másodperces orgazmuson, tényleg? Ja, energia energiamélység, energia, mélység, és ugye ez itt ki, igen, úgy igen. Tudunk, egy igen. Így És ugye igen, igen. És lehet, hogy látszólag úgy tűnik, hogy nincs orgazmus, ugye, ez a klasszikus értelembe vett ez az Hát Igen, ez a félelem, a félelem igen. attól, hogy akkor most nem lesz orgazmus. De hát ez sokkal hát erre nincsenek is szavak igazán, amivel azt igazán ki, ki lehetne fejezni, hogy mi az, amit ilyenkor át lehet élni, mert ez a, én úgy, úgy tudtam ezt egyszer megfogalmazni, amikor tényleg így, hogy benne voltam ebben, hogy, hogy az az érzetem támat, hogy egyé váltam mindennel és mindenkivel, és tényleg úgy éreztem magam, hogy át tudnék menni akár a falon is. Tehát annyira kivovatam terjedve, annyira egy tér energetikai tér lettem, ugye ugyanis ez a hívás, hogy főleg az Aha. energiáról szól. Tehát ez, hogy, hogy ez, ez egy... az, ahol már Szul. most itt elkezdjük pedzegetni azt, ami az eredeti célunk volt ezzel a podcast sorozattal, ez a fucking good sex. Tehát, hogy itt most lassan kezdünk megérkezni oda, ahol, ahol már arról beszélünk, hogy mi van azon a hagyományos Igen. megszokott szexen túl, tehát mint. Tehát tényleg amit az eddig az agyeldobós, tehát amikor tényleg már nincs. Nem, hogy agyeldobós, hanem hát nincs is agyad, Igen. amit nincs mit eldobni, nincs tehát mit az... ilyen szintű. Ez, ez, ez a full statikus. Igen, és akkor, hogy arról simán lehet arról, vagy hát elmondhatom, hogy, hogy ugye ez a megtapasztalni ezt, hogy hol van ez a 95 os szint, ez azért nem olyan, nem olyan nehéz, de nem olyan könnyű is. Tehát ez, ez a, mi, éppen mikor, mibe van benne az ember, mert van, hogy ez a szint, ez simán változik, hogy hova megy. Tehát ott kell az éberség, hogy ott legyen, hogy, Oké, okay, hogy most nekem ez már most az, ez már most az kérdésben lenni, hogy ez már most az, ha, hogy, hogy még mehetek tovább, vagy már most itten vagyok azon a szinten, mert hogy utána meg nagyon gyorsan következnek a, a, a dolgok. De és hát akkor... élvezetes gyakorlat, hát, nem? Tehát, hogy ez mindenképpen igen. lehet élvezni. Vagy hát élvezzétek. Gyakoroljátok és élvezzétek. Igen, bármi is kérünk visszajelzéseket, Léci. <laughs> <így. gül> na bú, most túlmentem a kilenc. Ejj, hajna, ha se baj, Jó, hát igen. igen. és ne igen. tegyétek rosszá Viszont... magatokat ezért, ha nem de... csak élvezétek. Igen, de ott már akkor megjelenik egy töltöttség. Mm -hmm. Egy ellazult töltöttségben élvezel el, és ez egy, már, mm. ez egy már megint egy másik másik szint, mint, mint hogyha mint hogyha van a, van a farkam, van a pina, és hogy igazából érzet egyikben sem sincsen benne, hanem csak az, az bele akarjuk tenni, hogy menjen oda az energia, hogy legyen benne, hogy, hogy jó legyen, és ahogy belekerül, egyből ki is lövel onnan. Uh -huh. ja. jó. És ez, ez megnyilván egy, egy, egy orgazmusban. Jó, hát kíváncsian várjuk mi is a következő részt, <laughs> hogy hova jutunk? Igen. Igen. Köszönjük. Jó, hát az energiával azért most egyébként szépen, szépen túl léptünk az energián is, de hát ha mi úgy más érzitek, hogy tetszik még? ez az energia, akkor kövessetek minket továbbra is, így köszönjük szépen a figyelmet.